Miért fontos a meccsek Erdő ZRT-nek, hogy egy ilyen kiállítás és vásáron részt vegyen? Fontos több szempontból, egyrészt a vendégekkel történő kapcsolattartás, új vendégek felé történő kapcsolatnyitás. Ez a kettő dologot emelnék ki ebből a... Igazából a lényeget talán úgy emelném ki, hogy az emberi kapcsolattartás. A vadászatnak egy nagyon fontos szegmense a kontaktok, a vadászpároknak a kapcsolatrendszere, és ennek a hagyomány ápolásában, tehát időtöltés tulajdonképpen, ami itt történik. Szerencsére jellemzően visszajáró vendégcsoportjaink vannak, akiknek generációra öröklődik a vadászat szenvedélye, és őket szívesen látjuk vendégül cégünknél. Nagyon szívesen járnak vissza. Mik a sarkalatos pontjai ahhoz, hogy egy vendéget, egy külföldi vendéget, vadász vendéget megfogjanak, és utána ott is tartsák? Én azt gondolom, hogy ez a kulcs, amire rákérdezett, tehát ez a legnehezebb, az emberi kontaktoknak a megtalálása, a pároknak, egy hangulatoknak az elkapása tulajdonképpen. Ez azért fontos, hogy a vadászatnál is mindenkinek a megfelelő hangulatában teljen el. Őt nyilván szórakoztatja is ez az időtöltés, ami egyben az ő szenvedélye is. Ezt próbáljuk minél több élménnyel megtölteni nálunk, Meccsek Erdő ZRT-nél. Maga az élmény így komplexitásából három részből tevődik össze. Ennek az egyik része a terület által nyújtott szépség, kínálat, vadbőség. A másik része az a vadászázi ellátás, az ottani személyzet. Én azt gondolom, ez a második harmad, és a harmadik harmadként megjelölhető a szakszemélyzetnek az emberi hozzáállása, illetve a szakmai tudása. Így áll össze egy komplexként a mi kínálatunk. Nálunk a jellemzően német nyelvterületű vendégek érkeznek, így a hivatásos vadászaink a német nyelvből rendkívül jól beszélnek, emellé a szakmai nyelvet is azt gondolom, hogy megfelelő szinten elsajátították, és emiatt a kapcsolattartás, a kontakt, ez nagyon-nagyon jól megy. Igazából mindig, tehát vendégismeret az tulajdonképpen ezt is jelenti, hogy az ő vadászati kultúrájukkal is nagyjából tisztában legyünk, szokásainkhoz, ehhez alkalmazkodva próbáljuk a mi szolgáltatásainkat nyújtani. Tehát az ő hagyományokhoz illeszkedve próbáljuk ezt kínálni. Az itt folyó szakmai munka, emberi munka, amit ön is kiemelt, ez mennyire változhatja, mennyire kap hangsúlyt mondjuk a következő vadászidényben a magyar vadászterületeken? Én azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa a területünk kínálatának, tehát a kínálat mellett nyilván ezeket az emberi kapcsolatokat próbálunk meg kiemelni, amit piacosítani próbálunk, ezzel segítve az értékesítéseket.